Szombatesti koncertjükre készültek a győri filharmonikusok. Már a kora délutáni órákban nagy volt a nyüzsgés a Széchenyi téren. Itt volt a központja ugyanis annak a programnak, melyet Győr 2023-as Európa Kulturális Főváros pályázata kapcsán szerveztek. Tavaly áprilisban jelentette be Borkai Zsolt, hogy a város megpályázza a kitüntető címet, ami azt jelenteni, hogy az idei sport után 6 év múlva a kultúra kapná a főszerepet. Erre készült tehát Győr ezzel az LKF nyílt nappal is. A sok érdeklődő is azt bizonyítja, jók a visszajelzések a pályázatot illetően. Ezt Fekete Dávid alpolgármester is megerősítette. Az elmúlt fél évben ennek a projektnek a társadalmi megalapozása zajlott Győrben, és nagyon sok felmérést végeztünk. Végeztünk például közvéleménykutatást és különböző kérdőíves kutatásokat, hogy a győriek hogyan gondolkodnak a kultúráról, a kulturális intézményeinkről, és egyáltalán az Európa Kulturális Fővárosa pályázatról. Maga a pályázat előkészítő bizottság az majd a következő hetekben fogja ezeket az anyagokat megismerni, és nyilvánvalóan utána fogunk tudni nyilvánosságra hozni bizonyos adatokat, de azt el lehet mondani, hogy elsőprő többsége a győri polgároknak támogatja azt, hogy Győr pályázon az Európa Kulturális Fővárosa címre. A Győri Balett Társulata épp a napi gyakorlatát végzi, ezúttal azonban ezt is közönség előtt. Ez a metódus az egyik legfontosabb a táncosok mindennapjaiban. A napi gyakorlat az nekünk olyan, mint egy biblia óra, tehát minden reggel ezzel kezdünk, ezzel tartjuk formába a testünket, és a Vaganova módszer alapján dolgozunk, amelyet Záder Völgyi László mesterünk tart minden nap. Nagyon fontos, hogy ezt a klasszikus balett stílust minden nap gyakoroljuk, mert egy-két nap kihagyás, és teljesen elmennek azok a technikai elemek, amelyeket használunk nagyon gyakran a repertoárunkba. Szombaton délelőtt azért nyitotta ki kapuit a társulat, hogy kampányoljanak amellett, hogy elnyerje Győr az Európa Kulturális Fővárosa címet. Megpróbálunk mindent megtenni, hát a döntés az természetesen nem a miénk lesz, de én úgy érzem, hogy Győr városának, és ezen belül természetesen a győri balettnek is óriási kulturális értékei vannak, nagy hagyományai vannak, úgyhogy nagyon nagy szeretettel és hát örömmel csatlakoztunk. Ez pedig már a Richter terem. Berkes Kálmán karmester vezetésével gyakorolnak a győri filharmonikusok. A nézőtéren itt is találkozhattunk érdeklődőkkel, akik délelőtt folyamatosan cserélődtek. A zenekar számára is fontos a pályázat, így nem volt kérdés, kinyitják a kapukat a nagy közönség számára. Én úgy gondolom, hogy ez, hogy megpályázzuk ezt a kulturális főváros címet, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát ahogy most nagyon fontosnak éreztem az ifjúsági olimpiát, nagyon fontosnak érzem Magyarország szempontjából az úszó világbajnokságot, én úgy érzem, hogy egy ilyen Európa Kulturális Fővárosa, ez Győrnek nagyon-nagyon sokat segítene. Szerintem Győr az a legjobban menő magyar város ma. Ezt próbálja bemutatni, hogy itt ugye egyedül vannak még a földön, és hogy milyen picik. Ingyenes tárlatvezetés az Eszterházi palotában. A Rómer Múzeum többek között ezzel járult hozzá a szombati programokhoz, valamint egy faházat is berendeztek a Széchenyi téren. Infrastruktúrális fejlesztéseket hozhat magával egy nyertes pályázat, legalábbis az igazgató ezt reméli. Remélem, hogy infrastruktúrális fejlesztéseket, amely magával hozza azt is, hogy új remek kiállításokat tudunk bemutatni, és egy olyan kiállító helyet, amely kunsthalle típusú kiállító térként fehér falakkal, múzeumnak épült épületrésszel és egy új grafikai műhelyel gazdagon várja a művészetkedvelőket. Nagy volt a nyüzsgés a Vaskakas Művészeti Központ faháza előtt is, csak úgy, mint a többi kulturális intézményre. Rájuk is pozitív hatást gyakorol a lehetőség. Lelkesítően érint, és azt hiszem, hogy a Vaskakas Bábszínház már nem maradhat ki egy ilyen dologból, annál is inkább, mert egyrészt egy kulturált fővároshoz, egy kulturális fővároshoz hozzátartozik az is, hogy milyen figyelmet fordít a gyerekekre és az ifjúságra, tehát nélkülük nincs kultúra, mert nélkülük jövő sincs. Úgyhogy ez így aztán a Vaskakas Bábszínház, a Vaskakas Művészeti Központ nagyon fontos része ennek a pályázatnak. Csak úgy, mint a Generációk Háza, aki egész szombaton különböző kézműves foglalkozásokkal és érdekes programokkal várt minden korosztályt.
Nálunk most pillanatilag 70-nél több csoport működik, azt hiszem ezzel mindent megmondtam, hogy mit is jelentene nekünk az, hogy Győr kultúrás főváros lehetne. Mi próbálunk mindenféle tevékenységünkkel ehhez hozzájárulni. Főként a mindennapok kultúrája az, ami nálunk jelen van. A házunk, amit ugye most már egyedül uralunk, szinte reggeltől estig tele van a különböző programokkal, különböző csoportokkal. A Széchenyi téri egyik standon lehetőség nyílt találkozni és beszélgetni is a Győri Nemzeti Színház színészeivel, akik álltak az érdeklődők rendelkezésére. Az egész napos program tartalmas estével ért véget, ugyanis a Győri Balett előadását, a Győri Filharmonikusok hangversenyét, a Hoppári Zenekar koncertjét, valamint a Győri Nemzeti Színház nagy sikerű Primadonnák című előadását nézhették meg az érdeklődők a Széchenyi tér színpadán.